Hálás vagyok azért, hogy itt Mórahalmon úgy honosodott meg ez a színházi műfaj, amely nem csak a Nemzeti Lovasz Színháznak, hanem a városnak a hírnevét is öregbítette, és ez most már egy összeforva, legalábbis itt ebben a régióban nagyon komoly eredményt, nagyon komoly hatást vált ki. Nagyon sokféle nézőnk van, kicsik és nagyok korban, kultúra iránti nyitottságban, szocializáltságban. Én azt gondolom, hogy az, ami fölcsattan taps a nézőtérről, az mindenkivel elhiteti, veletek is, velünk is, és a nézővel önmagával is egy olyan élményben volt része, amelyet érdemes keresni a következő évben. Olyanok vagyunk, mint egy nagy vándor cirkusz a szó legjobb értelmébe, úgyhogy mindig büszke vagyok arra, hogy gyakorlatilag egész nyáron 2 darab lovagló nadrágot látott rajtam a párom, ezt meg a másik feketét. Strandcuccot nem nagyon ismertünk idén nyáron, de én azt gondolom, hogy megérte. Tegyük össze a kezünket, köszönjük meg a Jóistennek, köszönjük meg a mórahalmi vezetőségnek azt a bizalmat, amit évről évre megszavaz nekünk. Mi nem vagyunk nagyvárosi millió, a mi társadalmunk nem nagyvárosi polgárság, hanem kisparaszti társadalom, amire büszkék vagyunk, mert nagyon komoly értéket teremtenek az országnak, és nagyon komoly értéket ad át a következő generációknak is. De hogy őket meg tudtuk szólítani, meg tudtuk velük szerettetni a színházat, be tudtuk őket vinni a színházba, olyanokat is, akik korábban soha még nem jártak ilyen helyen, és ilyen élményben nem volt részük, ezért én külön hálás vagyok. Ez az én népem, én ebből származom, és megpróbálunk mindent megtenni értük, hogy lássák az életnek a szépségét és a teljességét, a harmóniáját. Ezért különösen hálás vagyok, Tibor, nektek és az egész csapatnak. Nagyon köszönöm az összes színész kollégámnak, a táncművészeknek, a kaszkadőröknek, hogy napról napra kockáztattátok az életeteket. Ez nagyon komoly jelenet volt ez a mai betörés is ugye a Szilajjal, ami mindig nyilván egy picit improvizatív. Köszönöm az összes háttér technikai munkatársnak, Papa Dimitriu Attila művésznőnek, hogy itt van mellettünk, és a korát meghazudtolóan néha frissebb, mint mi, sajnos, és precízebb és profibb. Úgyhogy hajrá Nemzeti Lovasz Színház, hajrá Mórahalom, remélem, hogy jövőre találkozunk itt.